A szolnoki törvényszéken megkezdődött a bíróság előtti bizonyítási eljárás abban a büntetőügyben, amelyben egy 35 esztendős fiatalembert édesapja megfojtásával vádol a Vármegyei Főügyészség. A vádlott nem mondott le a tárgyaláson való részvételi jogáról. A vádirat szerint a vádlott fiatal kora óta erős italozó életmódot folytatott, ebben édesapja volt a példaképe. Az is közös vonásuk volt, hogy amikor együtt vagy külön-külön italoztak, agresszívek, kötözködőek, kiszámíthatatlanok voltak. Ezért aztán közös alkoholizálásuk minduntalan veszekedésbe, dulakodásba, verekedésbe torkollott. Gyakorta a rendőrségnek kellett közbeavatkoznia összetűzéseiknél. Az egyik ilyen alkalommal a fiú a vádirat szerint megfojtotta az apját. Történt ez 2021. szeptember 3-án este 10 és 4-én hajnali 5 óra között. A védelem arra épül, hogy ebben az időben egy ismeretlen személy járta a Karcagi-gyep utcai házban, és ő ölte meg az idősödő férfit. A tárgyaláson a vádlott családja, az édesanyja két testvére és egy ismerősük volt a beidézett tanú. Dr. Hajdu Anna bírónő azonban csak a húgot tudta meghallgatni, akinek hosszantartó vallomása miatt a többiekre már nem maradt idő. Ám a lánytestvér beszámolója is alaposan megvilágította a halálos tragédia mögött húzódó családi sorscsapást, amely az italos üvegekben bújik meg. Három gyermek, két fivér és egy lánytestvér, illetve az édesanyjuk úgy élték mindennapjaikat, hogy a család családfenntartó örökösen részeg, emiatt mindenkibe beleköt. Az anya tűrte a sorsát, a gyermekek pedig, amikor felnőtté váltak, azonnal elköltöztek otthonról ám az apa a legidősebb fiút még távol létében is felkereste, minduntalan nyaggatta, bántalmazta. Talán nem csoda, hogy a fiú ugyancsak az alkoholba, illetve a kábítószer hatású gyógyszerek világába menekült. Két évvel ezelőtt szeptemberben bekövetkezett a tragédia. Egy 2021. szeptember elejé veszekedés-verekedés az apa halálával végződött. A tárgyaláson még nem körvonalazódott pontosan, hogy mi történhetett. Azonban a nyomozati és a korábbi szakértői vélemények nem idegen, hanem rokoni, pedig a megfojtott apa saját fiúi kezűségre mutatnak. A tárgyalás dr. Hajdu Anna bírónő egy későbbi időpontra elnapolta.